hölgyek és urak, évekre, évtizedre visszamenő hagyományban a településünkön, hogy egy szép őszi napon összejövünk azért, hogy kifejeztük hálákat, tiszteletünket, szeretetünket és megköszönésünket időskorú polgáráink iránt, akik ma pihenéssel, kikapcsolódással, esetleg munkával töltik a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket. Egy kicsit hagyomány változtatból jelentkel, úgy döntöttünk, hogy a mai rendezvényünket itt az iskolában a termében fogjuk megrendezni, ugyanis nagyon örülünk annak, hogy nagyon sokan gyerekeztek évről évre a ünnepségre, és úgy éreztük és úgy láttuk, hogy az egyébő gyakorlatilag szürké vált számunkra, ezért hoztuk át, és itt, hogyha követetszenek nézni, akkor azt lehet mondani, hogy talán ez egy jó ötlet volt, mert a dekorációval legyünk nagyon kellemes hangulaton tudni teremteni itt a Korona termékben, úgyhogy bízom benne, hogy nagyon jó kis rendezvény és ünnepséget nézünk. És szeretném elmondani itt a jelenlévőknek azt, hogy már picit visszaforgatjuk az idő keretét, és visszaemlékezünk azokra a nyugdíjas találkozók és idősek napjára, ami ezelőtt találkozhatunk, akkor mindig elmondhattuk azt, hogy nagyon jó idő volt. Hírőemberként azt mondom, hogy ez nem véletlen, hogy ezen a szép napon, ezen a szép ünnepségen igenis ragyogták a nap. Hiszen hölgyeim és uraim, kedves vendégek, nekünk egy fiatalok nemzedéknek, az inkább azt mondom, hogy esetleg az ifjúságnak, van egy nagyon fontos feladata, sőt azt kell mondanom, hogy kötelessége ebben az életben, én pedig az, hogy a tőlünk elhető legjobb tudások és tapasztalatok szerint próbálunk olyan életkörülményeket teremteni időskorú polgáraink számára, amely méltó használjuk, és amelyikben örömüket elérnek. Minden lehetőséget és minden feladatot meg kell avatnunk annak érdekében, hogy időskorú polgáraink érezzék a támogatásunkat, érezzék a megbecsülésünket, hiszen mindig számíthatunk önökre, a mai napig számíthatunk önökre. Ne felejtsük el, hogy önök teremtették meg számunkra azt a jelent, amivel mi építünk a jövőt a következő generáció számára. És azért, hogy ezt a jövőt mi szépen át tudjuk adni majd a minket követő nemzedéknek, ahhoz nagyon sokat kell munkálnunk, korunk, és nagyon sokat kell tennünk. És én azt mondom, hogy az önök példamutató munkájából tudunk hitet, erőt és bátorságot megvenni ezekhez a feladatokhoz. Szükség van az önök életbölcsességére, szükség van az önök élettapasztalatára ahhoz, hogy tényleg egy ilyen nagyon-nagyon szép munkán és nagyon szép alapozást tudjon átadni a mai napig nemzedék majd gyermekeinknek, vagy unokáinknak a számára. Kedves ünneplő közönség, kívánom, hogy életüket két neves ragyogjon be a következő időszakban, az egyik a arany, a másik pedig az ezüst. Kedves aranyszívű nyugdíjasaink, aranyszívűek és az idő, meg az élet és a gondok nem kutatták meg a szívüket. Kedves ezüstfajú nyugdíjasaink, időskorú polgáraink, nagy tiszteletben köszöntök még egyszer mindenkit, és kívánok önöknek, hogy képviselőtestület nevében jól érezzék magukat, jó szórakozást kívánok, és fogadják meg szeretettel ezt az ünnepi hősort és ezt az ünnepi